Szoktak vitatkozni Norbi ismerté vált vitatott megjegyzései miatt? Nem. A műsor támogatója a Cofidis, az online hitelek specialistája. A műsor támogatója a Rossmann, az akciók hőse. Környezettudatos csomagküldés és fogadás, országszerte egyszerűen, gyorsan és kényelmesen. Foxpost. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a 20 perc. Őszintén egy műsor, amelyben nem az érdekel minket feltétlenül, hogy a sztárokkal mi történik, hanem az, hogy valójában milyenek. Kizárólag ezért kötjük őket hazugságvizsgálóra. Ez alkalommal az ország legismertebb fitness first lady-ét, Rubint Rékát. Köszönöm szépen, ezt sem hallottam még magamról. Hát ha csak abból indulok ki, hogy a Covid alatt én is tornáztam veled, és úgy láttam az eseményt, hogy nagyon különböző csaj ismerőseim vettek részt. Tehát azt néztem, hogy mi az az esemény, ahol az underground filmes is ott van, a diszkós bolti eladó is ott van, és ez voltál te. Igen, hát volt olyan, hogy egy időben egyszerre 45 és 47 ezer ember tornázott a világ különböző pontján. Most is tiszta libabőr lesz. Ez egyébként olyan? Igen, az ilyen libabőrös érzés. Azért ott a garázsomban tornázni, és elképzelni, hogy egyébként a kamera, a telefon másik oldalán tornázik, mondjuk San Franciscóban, Japánban, nem tudom, Prágában, Békés Csabán valaki, ugye hetente háromszor, hónapokon keresztül, és hát tulajdonképpen a Covid engem rákényszerített arra, hogy az online felületeimet még tudatosabban használjam. De elsők közt voltál, és nagyon jól csináltad, és mi nagyon megsajnálunk menő a garázsot. Szóval igen, és tulajdonképpen szóval a szükség az nagy úr. Szerintem az emberek arra kíváncsiak, hogy van egy ilyen szuper kép, egy iszonyatosan sikeres, anyagilag is durván jó karrier, és akkor amögött mi van? Van egy tökéletes házasság, valójában milyennek a napjaid? Valójában te hogyan éled meg a veled való történéseket? Erre vagyunk kíváncsiak, ezért kötünk most téged hazugságvizsgálóra. Fölkészültél? Abszolút. Izgulsz? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Készen állsz? Abszolút. Hát akkor 20 perc, őszintén Rubint Rékával. Az őszinte beszélgetések és a sokszínű tartalmak támogatója a Vodafone Podcast Pioneers. Kérem szépen, mély kilégzés. Vérnyomásmérő. Igen. De jó, ez nagyon menő. És most azt kérem, hogy ne mozogjon. Ezt a legnehezebb tőlem kérni. Önnek van kinek kiönteni a szívét, ha valami nyomja a szívét? Igen. Gyakran folytja el a fájdalmát azért, hogy megkímélje a környezetét? Nem. Ön sokat pihen? Nem. Egyáltalán semmit. Ön gyakran panaszkodik? Nem jellemző. Ön szokott bűnözni az étkezésben? Nem. A Norbi szokott. Önnek a saját jóléténél is fontosabb, hogy a családja jól legyen? Abszolút, igen. Szokott magányosan sírni úgy, hogy más ne lássa? Igen. Az ön számára a családanya szerep áll a legelső helyen? Abszolút, igen. Ön megengedi a gyermekeinek, hogy hiányoznak az iskolából egy másnapi dolgozat miatt? Nem. Szó sem lehet róla. Ön jó pasinak tartja a férjét? Igen. Ön soha semmilyen fellépést nem mond le? Soha. Ahhoz meg kell halnom. Tartott már edzés súlyos betegen is? Igen. A leghosszabb idő, amíg ön nem sportolt, az 25 nap volt? Körülbelül igen.
Ön azért szeretett bele annó a férjébe, mert romantikus, gyengéd és előzékeny? Igen. Ön azért jött el ebbe a műsorba, mert úgy érzi, nincs titkolnivalója? Igen. Volt olyan döntése, amit ma hibásnak gondol? Igen. Volt olyan pillanat a házasságában, hogy megingott? Nem. Ön megmutatná nekünk, hogy néz ki a gárdróbja? Nem. Norbi sztrókja után végig biztos volt benne, hogy a férje meg fog gyógyulni? Igen. Szoktak vitatkozni Norbi ismerté vált vitatott megjegyzései miatt? Nem. Szívesebben tartana egy hónapos edzőtábort a tengerparton, mint hogy ott ugyanennyit pihenjen? Igen. Ön munkamániás? Igen. Volt már halál közeli élménye? Igen. Ha egy hétig nem mozoghatna, kikészülne? Egy hétig? Hát, talán egy hétig. Hát, határeset. Ön mindig egészségesen táplálkozik? Igen. Betartja mindig az update szabályait? Igen. Jól érezte magát egy Playboy fotózáson? Igen. Ön viseli a nadrágot a házasságában? Nem mondanám. Egyformán. Van, amiben igen, van, amiben a Norbi. Ön úgy érzi, eléggé szereti magát? Igen. Ez itt még mindig a 20 perc őszintén, most már a hazugságvizsgálás után vagyunk Rubin Krékával. Hogyan érezted magad, milyen volt? Nagyon jó. Kifejezetten a bal karomon, hogy rajta volt ez a vérnyomásmérőhöz hasonlító kis eszköz, jó volt, mert izomlázban a bicepszembe, úgyhogy annyira jó volt, hogy kicsit ilyen nyomás alatt volt, és igen, teljesen jól érzem magam most utána is, meg akkor is közben is. Te látod, a sportoló az a fizikai élményre figyel. Na, mi pedig a lelki élményekre figyelünk azért. Egy nagyon egyenes ember vagy, szerintem ezt egy ország tudja, már ha az érzéseidről van szó, de azért vannak meglepetések. Tudod, akkor is kilengít a mutató, hogyha megérint a kérdés. Ilyen volt például, hogy gyakran folytod el a fájdalmadat, hogy megkíméld a környezetedet. És azt mondtad, hogy nem, de azért ebben nagyon sok minden nem volt. Bánt az téged, hogy másokra zúdítod? Értsük így. Hát volt olyan élethelyzet, amikor például a Norbi szívműtéte, gyerekek még viszonylag picik voltak, hát Zalán volt 1 éves, a legkisebb, Norbika 5, Lara 7, és tudtam, hogy a Norbinak milyen nagy szüksége van az én életenergiámra. Tehát a kórházba, amikor mentem, és ugye nagyon sokáig volt kórházba, és olyan mennyiségbe kapta az antibiotikumot, hogy nagyon-nagyon lefogyott, szinte kihullott a szemöldöke, a nyelvén nem volt bőr, vérzett a nyelve, nem tudott felállni, ezért egy tolókocsiban tologattam a kórháznak a folyosóján, nagyon le volt fogyva, és minden nap, amikor bementem hozzá, akkor én akkor kerültem közel a futáshoz, elmentem reggelenként futni, az erdő mellett lakunk, és ott viszont üvöltve sírtam. Tehát, hogy igen, akkor például nem adtam magamból ki a fájdalmat, csak amikor egyedül voltam. Vagy amikor az édesapám meghalt, akkor megosztottam a fájdalmamat a családdal, és mertem előttük sírni. Amikor anyukám meghalt, és a Lara zokogott, mert anyukám nagyon közel állt a lányomhoz, és én meg nem tudtam mit kezdeni ezzel a hirtelen jött halállal, akkor együtt
együtt sírtunk a fiúk, a Lara, én. Ez olyan számomra, mint egy ilyen érzelmi többlet, amit egyszerűen tényleg az ember csak könnyekben vagy hangokban tud kiadni magából, és ki is kell, hogy adjuk. Én a gyerekeimnek is mindig azt mondom, hogy merjetek sírni, és add ki magadból, ne folytsd magadba, mert az nem jó. Tehát a léleknek a szabadság az, hogy tudjon szárnyalni, és meg tudja élni az adott dolgokat, ahhoz nagyon fontos az, hogy merjenek róla beszélni a barátaiknak, nekünk, és merjenek sírni. Nem baj az, hogyha az ember sír, szerintem egyáltalán nem baj, sőt. Sok helyütt meséltél arról, hogy mi történt, de ami azóta van, azzal ugye nem foglalkozik a média, hogy az embernek egyszer csak nincsenek szülei, és azt így hogy? Igen, apukámat nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy ő elment, mert nekem mindig ő volt az erő, az a biztonságot jelentő személy, akihez mindig tudtam, hogyha felhívom, ő meg fogja oldani. Amikor az édesapámat elveszítettem, akkor én magam elvesztem egy kicsit. Tényleg, ahogy mondják, hogy amikor a szüleidet elveszíted, akkor nő fel az ember, és az ilyen közhelynek tűnik, pedig nem az, hiszen onnantól kezdve már nincs az, akihez mindig vissza tudsz menni egy csak egy finom kis ölelésért, egy jó szóért. Azt mondják, hogy egy szülő egy bizonyos korig vigyáz a gyerekére, aztán ez átfordul, és egy idő után a gyerek vigyáz a szüleire. És talán ezt hiányzik nekem a legjobban, hogy nem tudok, nem volt már elég időm visszaadni mindazt, amit én kaptam tőlük. Ez hiányzik a legjobban. Nehéz innen folytatni. A gondoskodás kapcsán kötnék én tovább, vagy azért egy picit lazuljunk is, vagy nem biztos, hogy ez egy laza téma lesz. Azt válaszoltad, hogy nem engeded meg a gyerekeknek, hogy dolgozat miatt hiányozzanak. Nem, szó se lehet róla. Hát azért viszont elég meredekek a gyerekeid az Instán, azt megengeded neki. Az egy téma otthon. Larát azt hiszem mostanában le is tiltotta az Instagram. Ez nem most volt már, talán egy évvel, másfél évvel ezelőtt. Szexis tartalom miatt, vagy miért? Hát ezt most pontosan nem tudnám megmondani. Volt már olyan egy-két tartalom, amire azt mondtam, hogy ezt légy szíves, fedd le, és akkor mondja, hogy oké, anya. Sőt, hogyha interjút ad valahol, van, hogy megkönnyezem, mert olyan őszintén beszél, és olyan jó olvasni, hogy egy idegen embernek ő elmondja azokat az érzéseit, amit én megkönnyezek, hogy úristen, milyen jó, hogy mindaz, amit pakoltam bele éveken át, hogy azért az ott van. Szóval, hogy ez az értékrend, az nagyon helyén van. Most voltunk síelni, és simán kislisszanhatna, hogy ott haveri körrel, akik szintén arra sieltek, elmenjenek hüttézni ott az éjszakába, jön az üzenet, hogy anya, átmegyek ide a mellettünk lévő hüttébe, 11-re itt vagyok, oké? Tehát, hogy, és akkor azt mondom, hogy mert lassan 19 éves lesz, tehát igazából már úgy nem kellene nekem beszámolni arról, hogy pontosan mit csinál, de mégis, és ez annyira jó, ez olyan, ez egy ilyen kölcsönös bizalom, hogy ugye a családdal kapcsolatos összes kérdésre őszintén válaszoltál, és az benned egy teljesen biztos pont, amiről még beszélnünk kell, hogy te sohasem pihensz. És szerintem az ország így képzelt téged, én is így képzeltelek, de egyrészt ezt hogy lehet bírni, másrészt meg inkább meghalnál, mint hogy lemondj egy edzést, arról meg eszembe jutott az őrkény egy perces, hogy a híres színészettel, aki Zoltán, gyengélkedik, meghal, és este kicsit gyengébben játszik a színházban. De ez hogy lehet ezt bírni? Most komolyan. Hát egyrészt imádni kell azt, amit csinálsz. Tehát inkább azt nehéz elfogadni, hogy az ember már nem 15 km/h fut a futógépen, hanem 11 km/h kényelmes. Neked ezt nehéz elfogadni? Azt nehéz elfogadni, hogy igen, amikor szombat reggel 7-től vasárnap este 9-ig megyek, és 6 helyre, meg 5 helyre viszem el a mozgás örömét, és ölelem át az embereket, hogy igen, ott vasárnap este azt mondom, hogy úristen, mindjárt meghalok, olyan fáradt vagyok. És nem csak testileg, ugye lelkileg is. Tehát az, amikor az ember érintkezik fizikailag emberekkel, az mind-mind egy energia leadás. És közben FaceTime-on tanuljuk a törit az Alánnal, anya, szólj oda az edzőnek, mert nem érek oda, mert 10 percet kések, és régen egyedül csináltam meg az utakat.
Tehát én vezettem, most már a Norbi nem engedi, egy 2-3 éve már sofőrrel járok, ami azért nagy könnyebbség, hiszen magára a vezetésre már nem kell figyelnem. De igen, hát furcsa, amikor 20 éves voltam, akkor napi 6 aerobik órám volt. Napi? Napi 6. Heti 40 aerobik órám. Hát van, aki egy hónapban jut el. Igen, heti 40 órám volt. De figyelj, volt. Ez azért van, mert egy ilyen típus vagy, imádom. És ezt el tudom képzelni. Imádom. Vagy azért, mert bizonyítani akarsz, és még mindig nem, akarsz bizonyítani. Nem akarok bizonyítani, imádom csinálni, és az tény és való, hogy ha egy hónap pihenés egy tengerparton, vagy egy hónapos tábor, abszolút a tábor, imádom, egyszerűen engem a pihenés az fáraszt. Volt egy ilyen kérdés, hogy volt-e olyan döntés, amit hibásnak gondol? Igen. Nagy döntésekben? Hát én mindig vacilálok, hogy jól döntök-e, és a légzésterapeutám Kata mindig azt mondja, hogy én csak hallgassak a megérzéseimre, a belső hangomra, mert az úgy is az olyan mélyről jön, és ne folytsam el magamba, és hát volt olyan, amit nem gondoltam át, és csak így döntöttem, aztán majd az élet fogja beigazolni, hogy az jó döntés volt-e vagy sem. Valószínű, hogy igen. Hát nem tudom. Mi volt életed legjobb döntése? Életem legjobb döntése? Hát az életem legjobb döntése szerintem az volt, hogy 1900... Na mindegy, szóval nagyon régen, szóval nagyon több régen volt. Ezelőtt. Hát a Norbival ugye 21 éve vagyunk együtt, és 23-24 évvel ezelőtt volt a mi első nagy találkozásunk. Beválogatott engem egy kickbox VHS kazetta forgatására. Jókor voltam, jó helyen, jó időben, és én mégsem mentem el, mert nem volt időm, annyira sokat dolgoztam, és nem jártam el a próbákra, így nem kerültem rá a VHS kazettára, mert hogyha ott rákerülök a VHS kazettára, lehet, hogy behálóz, és lehet, hogy akkor még ő abban az intenzív, csajozós korszakában élt, hogy lehet, elképzelhető, hogy mi nem vagyunk akkor egy pár. Viszont eltelt 2 év, és valahogy a sors mégis úgy akarta, hogy mi egy pár legyünk, megint találkoztunk. És életem legjobb döntése az volt, amikor egy hónapig udvarolt, aztán beadtam a derekamat, tíz nap után elvitt engem Mexikóba, és az első este megkérte a kezem. Megkérdezte tőlem, hogy elkísérem-e, úgyhogy nem húzta, halasztotta. Úgy volt vele, hogy végre itt van, mert ugye előtte állandóan lemondtam a találkozókat, végre itt van, megkérdezem, hogy elkísérsz egy életen át? És akkor azt mondtam neki, hogy igen. És hát ennek most már 21 éve. Hát akkor jöjjön az a kérdés, hogy volt-e olyan pillanat a házasságában, hogy megingott? Azt mondtad, hogy nem. Hát figyelj, szétverted a gépet ott. A légzés lelassult. Tehát ez egy érzékenyen érintő kérdés. Igen, mert... Van olyan házasság, van olyan hosszú kapcsolat, ahol az ember legalább egyszer nem inog meg, hogy na jó, ezt nem kellett volna, nem csinálom tovább, vagy az nem elég. Ezt sokszor érzem így. Tehát ez nem egy ilyen. Hát tudod, hányszor van az, hogy kész, összepakolok és elmegyek. Persze, ezt nem úgy mondja az ember, tudod, anya, amikor itt telítődsz, de nem a Norbival, hanem úgy egy csomó mindennel, hogy megbeszéljük, hogy szivarozol, bezárod az ajtókat. Szivarozik, egyszer bezárja, 9-szer nem. És akkor mindenhova bemegy a szivarfüst. Vagy főzöl, akkor, mert állandóan főz, bekapcsolod a szagelszívót, és nem kapcsolja be, és akkor mindenhol húsillat van. Szóval, hogy jó, hát ez egy napi apró cseprő. Egyébként be is árultad, hogy ő azért nem tartja az MD-jét annyira. Igen, van, hogy ő mellé eszik, de hát... És te meg nem. De ez hogy nagyon kezeljük? Nagyon ritkán. De igazából én azt mondom, hogy ha az ember úgy súlyánál van, hát akkor most, ha mellé eszel egyszer, az nem azt jelenti, hogy 7 napból 7-szer eszel mellé. Ha elmegyünk egy étterembe, és ott van egy melegen sült kenyér, és akkor azt meg kellem vajjal. Na most, ha ez melléevésnek számít, akkor szoktam, de egyébként úgy összességében, tehát engem nem látsz a Pizza Hutba pizzát enni, mert hogy van annak egy olyan alternatívája is, ugye, amit, tehát, hogy mondjuk hagyományos nagyon pizzát kárék, nem eszem. Nagyon kárék, sokkal ittenesebb. Igen, nem. Hát ilyenekre azért le kell mondani, szóval azért mondjuk el, hogy... Nekem nem jár lemondással. Tehát neked ez nem az. Csülkös pacalt megeszem, csak a mi kenyerünkkel tumszkolom. Igazából ez csak egy icipici kis tudatosság, aminek aztán nyilván van eredménye, és az ember az, hogyha
kicsit jobban odafigyel, akkor ezt nagyon klasszul be lehet építeni az életedbe. Muszáj egy rázós témával jönnöm. Engem nagyon meglepett, hogy arra a kérdésre, hogy Norbi médiában is figyelmet kapott negatív megjegyzései után otthon szoktatok-e vitatkozni, azt mondtad, hogy nem, és ez igaz. Abszolút. Hát amikor teljesen váratlanul bedob egy ilyen döngő léptekkel érkező... Nem, egyáltalán nem. Hálószobában, akkor te nem mondod azt? Vagy azért nem szoktatok vitatkozni, mert akkor egyszerűen leoltod és... Egyrészt nem is tudom, hogy mit csinál. Tehát addigra már benne van száz sajtóban, mire számomra kiderül, hogy mit csinált. Tehát, hogy ott élőzött, amíg én éppen zuhanyoztam. De ezt az újságból olvastad? Mert ott unatkozott. Nem, hát láttam már, hogy... vadul válaszolja meg a kommenteket, és nem értettem, hogy miért van ekkora nagy munkában. Mondom, kicsim, te mit csinálsz? Azt mondja, felraktam egy élőt, csináltam egy élőt, és nem értik, amit mondani akarok. Az az igazság, hogy azért nem, tényleg soha nem nincs vita emiatt. Tehát én nem állok bele, hogy te hogy mondhattál ilyet. Mert de egyébként azt gondolod, hogy mondhattál ilyet? Vagy? Mert én pontosan tudom azt, hogy ő milyen indítatásból mondja. Ő amikor megírta az első könyvét, a Norbi Titok című könyvet, ott olyan eseteket írt le fehéren-feketén, hogy hát hogyha ez kiverte a biztosítékot, akkor ezt érdemes elolvasni, mert hogy ott meg, tehát a boncolástól kezdve mindenről írt, hogy hogy néz ki egy túlsúlyos ember felboncolva. De azért az elgondolkodtató, hogy az emberek arra, hogy magas vérnyomás, cukorbetegség, amputálhatják a lábad, és a többi, tehát ami az elhízásból, meg az életmód betegségekként jelen lehet az ember életébe, arra föl se emelik az emberek a fejüket. Akkor már, amikor az orvos azt mondja, hogy drága uram, önnek 4 hónapja van hátra, na, a Norbi pont ezt akarja elkerülni. Tehát, hogy ne menjenek tönkre párkapcsolatok, házasságok amiatt, hogy esetleg a testiség miatt, mert van ilyen azért, szóval, hogy azért ezt ki kell mondani, hogy van, amikor két ember pont emiatt hidegül el egymástól. Aztán van olyan, persze, mert van olyan is, aki ugyanúgy imádja, szereti, kívánja a feleségét, plusz 50 kilóval is, de ez ki lett sarkítva. Jó, azért ez sok nőre nézve bántó volt. Igen. De ez most nem a Norbiról szól ez a műsor, hanem rólad. És azt válaszoltad, hogy volt már halál közeli élményed. Igen, volt. Volt. Hát többször is. Az egyik ilyen volt, amikor egy tüdőgyulladást félrekezeltek, és leszakadt a bal tüdőm. Ezáltal majdnem, hogy összeomlott a keringés, tehát kaptam egy szív-belhártya gyulladást is ezzel egy időben, és akkor betoltak a műtőbe, hívtam a Norbit, ő jött, és... Ez egy baromi nagy műtét. Hát nem altattak el, tehát ez ébren volt, elérzéstelenítették itt a bal lapockámnál, lapocka alatt a területet, és akkor beszúrtak egy nagy tűt, és akkor hát azt hiszem egy hétig voltam egy ilyen vákumgépen, amivel szívták ki ezt a váladékot erről a területről, és akkor utána meg kellett várni, míg kitapad a hártya, aztán utána mindenféle, szóval ez egy húzós. Ez mikor volt? 16 évvel ezelőtt. Mert azért ebből felállni is szép, hogy újra sportolni tud. Hát igen, azt mondták, hogy a spontán PTX, ha valakinél volt, akkor az utána bármikor jöhet, úgyhogy az alánt már ezért is nem engedték, hogy természetes úton szüljem, mert ilyen esetben nem lehet szülésnél, ezt a kockázatot nem vállalják. Iszonyú felelősségteljes vagy, és azért ezeken a tragédiákon olyan, hát ha mondhatom ezt elegánsan, vagy hát legalábbis valami nagy lelki erővel éled meg. Igen. Miközben a gardróbodban kupi van. Jaj, ez borzasztó. Olyan jó lenne, hogy reggel... Skatujából húztak ki. Reggel hát arra ébredni, hogy ott rend van. Hogy egy a baj. Azért nincs rend. Megmondom, miért nincs rend. Mert mindenhol máshol rendet tartok, és minden, ami az enyém, azt oda berakom, és már nem fér, azért, mert ugye nem a helyére rakom. Mert állandóan rohanok, és akkor gyorsan a szárítót leszedem, összehajtogattam a ruhákat, a gyerekeknek gyönyörűen berakom a szekrényébe, az én cuccaim meg már csak úgy be a gardróbba.
És tulajdonképpen a másik nagy hibám, hogy nem tudok megválni a dolgaimtól. Komolyan? Bolzasztó. Én ilyen minimál csajnak képzeltem. Egy ilyen gyűjtögető vagy. De micsoda? De olyan gyűjtögető, hogy még a Norbikáról lerakott ruhákat is gondolom, hogy majd valami jó lesz az aláról bele, és ott állnak zsákokban a ruhák, úgyhogy most el is határoztam, hogy el fogom vinni alapítványnak, szeretetszolgálatnak, nem tudom hány zsák ruha van ott. Amivel kellett volna kezdeni, most azzal zárjuk ezt a beszélgetést, azt tudod, hogy a Wikipédián te úgy vagy feltüntetve, még mielőtt a fitnessedző és az üzletasszony ezt most hallottam az interjúhozna, az első szó, Rubin Tréka, aktmodell. Fantasztikus, írok nekik, mert ez, igen, ez nagyon érdekes. És egy Playboy fotózásod igen. volt. Még és az sem teljes akt. Az sem teljes akt. Jó, igen. Hát van, a fél akt az már, igen. Az már igen. Ahol te tényleg szemrebbenés nélkül jól érezted magad. Nagyon, nagyon. Fú, neked nincs gondod a vetközéssel. Abszolút nem vagyok szégyellős, egyáltalán nem. Jó, hát figyelj, aki szereti magát, aki eléggé szereti magát, annak ez könnyű, és erre a kérdésre is őszintén válaszoltál, mint ahogy a legtöbbre, mint ahogy szinte mindre. Tehát nyilván itt sok érzékeny pont volt, amit nagyon köszi, hogy megosztottál velünk. Ez a regisztrátumod. Itt jó, megnézheted, hogy hol vettél nagy levegőket. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy őszinte voltál. Rubin Trékát láthatták és hallhatták itt a 20 perc őszintén. Köszönjük, hogy velünk tartottak.